Ha nyár, akkor is kézilabda, csak egy kicsit másképp. Nézzük, mivel vár magazinunk. Amíg a nemzeti válogatottak az EB-n jártak, a férfi B-válogatott meghívott vendégként a kínai nemzeti bajnokságon szerepelt. A strandkézi nem csak a felnőtteké, U13-as tornát rendeztek Balatonakaratján. Egy sör nem sör kontra királylányok, utána jártunk a legérdekesebb strandkézilabda csapatnevek történeteinek. Egyre közelebb az országos döntő. Már a negyedik kvalifikációs tornát rendezték a Smart Ingatlan Nemzeti Bajnokságban. A helyszín ezúttal Alsóörs volt, összefoglaló és eredmények. Nyertünk. Megnyertük a kvalifikációs tornát itt Alsóörsön. 7. hó 2-án. Mit kell ennél többet mondani? Július elején Alsóörsön folytatódott a Smart Ingatlan Nemzeti Bajnokság kvalifikációja. A nők és a férfiak mezőnyében is 8 csapatnak szurkolhattak a helyszínre kilátogatók. A nőknél a BBS szétfájáltalán meccsem szűkölködött látványos megoldásokban, és végül két sima játékrészben Balatonboglári győzelem született. Hál' Istennek eredmény alapján igen sima volt, de belül mindig azért ott vannak félelem, szóval minél több gól egyértelműleg arra megyünk, hogy több elverjük a csapatokat. Izgultunk egyértelműleg mindenki, szóval így nem volt egyszerű. Hát sajnos meg volt a két kiállításom és pirosat kaptam. Igazából én csak azt hittem, mindjárt állok. Kiderült, hogy nem. A férfiaknál a sivatagi vihar és a Dabas Beach Boys csatázott a bronzért. A Dabas kapuját az a Vitány Attila őrizte, aki a szétlövéssel elvesztett bronzmeccs után egyből sprintelhetett át a másik pályára, ahol a tököl vezető edzőjeként már a női döntő várt rá. Az inkább ilyen megcsukolása már a strandkézilabdának, tehát ebben a korban már úgy gondolom, hogy én már így reaktiváltam magam, tehát nekem tavaly volt egy komoly térműtétem, és azóta nem is mozogtam, az érződik is az alkatomon már. És most megkértek, hogy hétvégén ne erősítsem a Dabast, hanem próbáljak meg még ott állni és takarni a felületet, amit még tudok a kapuba. Az elvesztett bronzmeccs után pedig jöhetett a kiengesztelődés. A tököl ugyanis szétlövésben legyőzte a szentendreieket. Alapvetően mi már a magyar kupa győzelemmel benn vagyunk az országos döntőben, úgyhogy az még elég soká van, azért jöttünk, hogy gyakoroljunk, és így tényleg így nagyon büszke vagyok a csapatra, és nagyon jó eredményt értünk el. A férfiaknál igazi strandkézi csemege döntőt játszottak. Az egy sör nem sör két hihetetlen szoros játékrészben összesen 2 ponttal győzte le a darusokat. Míg az egyik oldalon egy győzelemmel debütáló játékos, a másikon pedig egy ízig-vérig daruszúrtóval közlekedő edző értékelt. Hát most nagyon sokat jelent, én úgy vagyok a csapatban, és igazából ez az első győzelmem a csapattal, úgyhogy én nekem ez nagyon nagy dolog. Azt gondolom, hogy semmilyen kritika, negatív kritika nem érheti a csapatunkat. Nekünk ez nagyon-nagyon szép eredmény, ezért dolgozunk, ezért járunk ezekre a nagyon színvonalas és nagyon jó megszervezett tornákra. Örülünk a második helynek, nagyon szépen csillog az ezüst. Foglalkoznunk kell nekünk az utánpótlással, úgy gondolom, és többünknek van már gyermeke a csapatba, és igyekszünk őket minél jobban megismertetni velük a kézilabdát, meg a strandkézilabdát, és ezt a közeget, hogy szeressék meg, és legyenek, belülük is legyenek sportolók. Épp most is a döntőn valaki oda sonfordált mellém, megfogta a kezemet itt a végjátékba, leléztem. Mondom, szia kislányom, szia apa, jöttem szurkolni. Szóval én úgy gondolom, hogy tényleg szép élmények ezek. Az országos döntőig még 2 kvalifikációs kör van hátra. A következő július 15-én és 16-án Balatonakaratján lesz. Box!
Négy forduló elteltével a nőknél az első full GSM nyúlon túl és a második deszépek után óriási harc várható a harmadik helyért, ugyanis négy csapat is 10 ponton belül van egymástól. A férfiaknál az első két helyen ugyanannyi ponttal áll a Darusok BHC és a Sivatagi Vihar, őket az alsóörsi tornát megnyerő Egy sör nem sör követi. Két fordulóval a vége előtt ez a 10 csapat kvalifikál az országos döntőre. Természetesen a legfiatalabb kéziseket sem hagyja hidegen nyáron a strandkézi hangulat. Balatonakaratján két napos utánpótlás tornát rendeztek. Régóta rendezünk már felnőtt versenyeket, és valahogy mindig mindenkinek, ahogy öregszünk, jöttek a gyerekei, egyre több kisgyerek rohangált a pályán, és valahogy így, és igény is mutatkozott rá, így jött ez az ötlet, hogy az U13-as korosztályban rendezünk egy ilyen kis mini bajnokságot. Nem utolsó sorban, itt olyan meccsek vannak most a Homokonami teremben, óriási kuriózum, egy Szeged Veszprém a fiúknál, vagy egy Fradi Győr a lányoknál, ez egy óriási élmény nekik is, meg hát ugye a szülőknek, nézőknek is. Hát én úgy gondolom, hogy ez egy szabadidős sportág inkább, tehát ez a gyerekek felnőttek ebbe a 2-3 hónapban, amikor nem csinálnának a terembe semmit, ez egy nagyon jó kiegészítő sportág, és ahogy elnézitek a pályán, az összes gyerek tapsol, fütyül, élvezi a játékot, ez tök jó látni. Csapattal játszottunk, tehát szokásos volt, hogy kikaptunk, de amúgy jól játszottunk, tehát jó volt, de nekem le kellett jönnöm, mert nagyon fájt az ujjam, mert belenyúltam a labdába. A két nap alatt 12 csapat, közel 120 kisjátékosa 40 meccset játszott. A cél pedig egyértelmű volt: élvezni a nyarat, a strandot és aktívan tölteni a vakációt. Ez volt az első alkalom, igazából ilyen buli szempontjából jött el az egész csapat, hogy jól érezzük magunkat. Szünetemet töltöm nyaralok éppen, mert hogy szünet van nekünk a bajnokságon meg a felkészülésben, és a kislányom pedig itt a szünidejében is mozog egy picit, hogy ne maradjon kézilabda nélkül, úgyhogy szurkoló vagyok meg szülő. Én ugye annak idején aktív koromban még védekező játékos voltam, és nekem ez nagyon furcsa, hogy ebben a játékban nem lehet hozzáérni a támadóhoz, tehát magyarul, ha hozzáér valaki, akkor ott az már mindjárt szankciókat von maga után. Nagyon jól érzem magam, jó a hangulat, itt vagyunk ugye a Balaton mellett, jókat fürdünk, meg nevetünk, meg minden nagyon jó. Szerintem nagyon jó, mert itt bátrabban tudok ugye forogni, meg esni, és itt nem fáj annyira, és ez így nagyon jól összehozza a csapatot. Igazából sokkal másabb ez az egész, mert itt vagyunk a Balatonon, sütanak minden, és vannak ilyen különböző figurák, szóval tudunk két pontosat dobni, és hát nagyon tetszik nekünk. Ez inkább a buliról szól, hogy kijöttünk ide a Balatonpartra, napfény, jó idő van, jó a társaság, nagyon sok szülő elkísért minket, tehát inkább ez egy hosszú hétvége a Balaton parton, egy kis gyakorlással, egy kis játékkal. Próbáljuk, hogy ne a verseny legyen az elsődleges, de mivel sportoló lányokról van szó, akik évközben komoly bajnoki mérkőzéseket játszanak, így azért a versenyszellemet nehéz kiölni belőlük, ami azt mondom, hogy nem is olyan nagy baj. Kína jövőbeni tervei között egyértelmű cél a kézilabda és a strandkézilabda magasabb szintre emelése. Ennek érdekében a kínai nemzeti bajnokságra idén meghívtak olyan országokat, amelyektől tanulni, fejlődni tudnak. Így került Kínába a magyar férfi B strandkézilabda válogatott.
szeretném megköszönni azt, hogy a Kínai Kézilabda Szövetség meghívta a magyar válogatottat erre a tornára. Azt gondolom, hogy a célja az volt, hogy olyan példát tudjunk mutatni, és olyan technikai elemeket tudjunk bemutatni, ami segíti a kínai kézilabdának a fejlődését. De ezen túl én azt gondolom, hogy nagyon sokat tanultunk mi is ebből a pár napból. A magyar küldöttség amellett, hogy mindössze egy játékrészt veszítve jutott a döntőbe, javaslatokkal látta el a kínai szövetséget a strandkézilabdát érintő szakmai kérdésekben is. Kínaiak nagyon-nagyon fegyelmezetten játszanak, ez nagyon látszik, teljesen más a játékuk, mint az európai országoknak és Magyarországnak egyaránt. Sokkal odaadóbbak, az utolsó percig küzdenek, hogyha 10 gól van közte akkor is, és további sok sikereket kívánok. Szerintem pár éven belül, főleg, hogyha európai csapatok, top csapatokkal tudnak játszani, akkor biztosan ott lesznek a mezőnyben ők is, és felvetik a versenyt. A döntőben Ciprustól végül szétlövésben kikaptak Bőd István fiai, így ezüstéremmel utazhattak haza. A strandkézilabda legalább annyira szól a küzdelmekről és a sikerekről, mint a jó hangulatról, a barátokról vagy éppen a nyári bulikról. Ez utóbbira bárki rájöhet, aki egy kicsit is végigböngészi a kvalifikációban nevezett csapatok névsorát. Itt ugyanis szembe jöhetnek a darusok, a királylányok vagy éppen az egy sör nem sör. Megpróbáltunk kicsit utána járni a csapat nevek eredetének. A következő percek főszereplői, a csapatok és történetei. Három, Flyers! Alapvetően malévosok voltunk, és a repülőből hoztuk össze ezt a nevet, és úgy gondoltuk, hogy a strandkézilabdában milyen nagyon sok légpassz van, forgások, egy látványos játék, a maléval, a repülőgéppel összehoztuk, és így lettünk mi a Flyers. Ide, ide, kecsárok! Darusok! Köszönjük, Pacuna! Így van, azzal kezdeném, hogy köszönjük Pacunak, aki a csapat menedzsere. Tőle származik ez a név, ez a Darusok PHC. Egy darus cégnél dolgozott, és vagy pontosabban még mindig dolgozik, és onnan jött tulajdonképpen az a név, hogy nem a cégnév, hanem maga a foglalkozás név, és ezért lettünk darusok, és ezt már végig is visszük tulajdonképpen ilyen hosszú idő óta. Néhány évvel ezelőtt alakult a csapatunk, körülbelül 5 évvel ezelőtt, alapvetően baráti kör vagyunk, tehát az első szempont nálunk a jó hangulat és a baráti társaság, és az egyik legkedvesebb csapattársunknak, aki egyben az egyik csapatkapitányunk is, kedvenc szavajárása volt 4-5 évvel ezelőtt, hogy ez nagyon királylányos, így lett a csapat elnevezése is Királylányok. Mi azért tűnt, de szépek, mert ugye három településből alakult ez a kis sportegyesület. Ugye a D betű az ugye a Dunai város, az E betű az Ercsi, és az Sz betű az pedig Szászalombatta. És ugye a DESZ az nem volt elég, és a lányok hozzátették, hogy akkor legyünk de szépek. Ugye középen egy kötő, és ezért tűnt, de szépek. Gyerünk! Max! Egy sör! Hát... Mondd, hogy minden este Max egy sört iszunk, mert másnap meccsnap. Ez úgy jött ki, hogy egy hosszú éjszaka során leült a csapat, és elkezdtünk gondolkodni, mi legyen a csapatnevünk. Hát a sört nem igazán szereti senki, de valaki feldobta az ötletet, hogy mi lenne, ha Max egy sör lenne. Mindenki ráborított, és azóta Max egy sör, nem sör.